Na hát, sziasztok srácok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, itt újra Matthew Channel beszél, és itt lennék nektek a következő OMSI 2 videósorozatom következő részében, ami már szám szerint a 27. rész, és hát rendhagyó módon most egy olyan pályát fogok bemutatni nektek, ami most itt láthatóvá vált, és szerintem kicsit érdekes, kicsit furcsa, de azért szeretném meginvitálni, szeretnék titeket így meginvitálni ezzel a pályával, amit még szerintem nem is láthattatok, viszont egy kis csavar van benne. És eddig ugye sajnos a régi Grundorfon láthattátok a járműveket. Most viszont ez alkalommal az új Grundorf pályát fogom bemutatni nektek, és pluszba mellé egy olyan autóbuszt, amit én többször is elvezettem. Nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon jól néz ki, úgyhogy ja. Na hát először, amit most így be fogok mutatni nektek, az a Grundorfnak a kettes verziója, ami ez a környéken. Ugye most jelen pillanatban Nauspitzer klinikumnál vagyunk, és ami például megváltozott, az, hogy ugye van egy Grundorfban, hogy ugye ugyanaz a pálya maradt, tehát a Eisdorf-Krankenhaus Nauspitzer-Ballerhof közötti járat, illetve csatlakozott ez egy új járat, ami nem más, mint a 86-os, és hát minden ez észrevehető, hogy ugye Nauspitzer klinikumtól egészen Bördorfig közlekedik. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép pálya, és szerintem mindenre megvan, hogy egy jó kis fejlesztés következzen ugye a Grundorfban. És ami észrevehető, hogy bizony a videók már mostantól kezdve, ugye az új járművek, azok itt V2-es Grundorfban fognak zajlani tulajdonképpen. Úgyhogy mind a kettőnél. Úgyhogy ezeket a járműveket, amiket be fogok mutatni, ezt ugyan itt fogom végrehajtani, és majd a V2-es Grundorf depót is. Apropó depó, hogy ugye elmondom, hogy ez hogyan fog történni. Ugye a leírásba beteszem a Jonas-féle Grundorf mappot, és ott annyi a lényeg, hogy magát a pályát ugye berakjátok ugye magát a pályát, illetve a hozzátartozó járműveket. Aztán ami ugye ez ugye tartalmazza ugye a MAN buszoknál lévő festést, de csak a csuklósoknál. Csak a csuklósoknál. Csuklósoknál van ez. Majd a depót, ugye külön, ugye egybe van ugye a depó, magát a depót, az pedig az adott kiválasztott járművednél, amit ugye te beraktál, azt abba belerakod. Tehát abba belerakod, és tulajdonképpen ennyi. És ugye már az OMSI 2-ben már alapjában véve benne van.
Nos, és most rend egy jó módon, ugye most a másik jármű, ugye most a járművet, amivel végre fogom hajtani, az egy Kamaz 6282, azt hiszem. Igen, 6282, 82-es Kamaz. Nagyon komoly. És ami érdekes, hogy ez egy elektromos busz. Tehát nagyon komoly. És ja, most mind a két járatot fogom bemutatni vele. Úgyhogy először, ahol fogunk kezdeni, az a 76-os vonal lesz. Méghozzá Norspitze, Bauerhof, Eisendorf, Krankenhaus között fogunk közlekedni. És hát itt van az emlegetett szamár, ugye ez egy 2021-es változat, és látszik, hogy látszik, hogy ez nagyon is ismert, ugye Moszkvában gyártották. Úgyhogy ja, úgyhogy Bauerhofnál fogunk indulni. Úgyhogy ja, csak ajánlani tudom. Na és itt van az emlegetett szamárka. Nagyon jól néz ki. Ja, és egyébként rajta van Moszkva címere, úgyhogy ez nagyon komoly. És ugye oroszul van a felirat, tehát látszik, hogy azért meg lett ez dolgozva, nem is kicsit. Aztán, ami érdekes, hogy ugye itt van a tetejem, ez ugye, hogyha fölnyitom, akkor így tud, ez tulajdonképpen ez a töltője neki. Nagyon szép. Nagyon szép, és nagyon szép, és így ugye alá tud állni a töltőnek, mert ugye a töltője neki az ugye fönt van, és egész egyszerűen ez csak így fölnyitja, és tulajdonképpen így közlekedik. Most megpróbálunk, hogy vagy hát úgy fogom csinálni, hogy a úgy fogom csinálni, hogy majd Böldorfnál föl fogom ezt csapni, és akkor úgy megnézzük, hogy hogy megy. Most viszont ugye Eisendorf Krankenhaus irányába fogunk menni. Ez jól néz ki, azt a komoly. Jól néz ki. Ilyen a légtere. Ez se rossz. Nagyon szép. Na akkor akkumulátor bekapcsol. Úgy. Itt vagyok, menjünk tovább. Úgyhogy, ja, na hát most elindítottam a járgányt. Itt el lehet tüntetni a kormányt. Nos, hát akkor kérném szépen akkor ablakot azt ki is nyitjuk. Jaj. Na, állítjuk csak be a számot, ugye. Krankenhaus és 76-ossal fog menni. Jó, és akkor szerintem menjünk is.
Nagyon jól néz ki. Ah, most itt megállt. Elnézést. Na és akkor menjünk is. Ezért most így sokat nem fogtok látni. Jó lesz ez így. Jaj. Majd lehet, hogy nem fogtok látni sok mindent, de azért megpróbálok valamit kihozni. Bocsánat. Fókusz probléma adódott. Na és akkor egyébként remélem jó vagytok mindenki. Mindenkinek vidáman telt az őszi szünete. Hát nekem is azért úgy helyek között tökéletesen. És majd mindjárt majd át fogunk majd menni a 86-os vonalra is. Úgyhogy jaja. Hogyha így látjátok, ez azért van, mert a nap az nem a legjobban tartja a dolgot, tartja a történetet, úgyhogy előre is bocsika. Előre is bocsi. Úgyhogy, ja, na hát, akkor gyerünk is tovább. Ó, de jó megy. Nagyon jó megy ez. Nagyon jó a pálya. Egyébként ez egy nagyon-nagyon összerakott, és hát azért úgy... Úgyhogy bizony. Itt megállunk. Jaj. Nagyon szép a környék. És egyébként maga a busz is nagyon, nagyon jó, tehát
eszméletlen jó. Nagyon jó. És egyébként teljesen a BID-ra lett kialakítva. Úgyhogy jó. No, szerintem én azt mondom, hogy ugye én visszafele nem megyek Isidore Krenkelhoz-tól, hanem most eldobjuk magunkat a klinikumra. Pum, itt is vagyunk. Miért? Kicsit közelebb viszlek titeket. Így. Így jó lesz. Na, így már végre láttok valamit. Na. Szóval, most itt vagyunk a 86-os vonalon. És most ezt fogjuk megnézni. Na. Akkor induljunk is neki. Na most a 86-os az a legeslegosszabb. Legeslegosszabb. Már ki is nyitom az ajtót. Tessenek föl számomra, ögyem uram. Oké, és akkor mehetünk is. Oké. És akkor itt van itt egy kanyar. Úgyhogy most itt megvárjuk a zöldet. Úgyhogy jaja. Na és egyébként a 86-os az a legeslegosszabb. Leghosszabb útvonal. Tehát akkor az azt jelenti, hogy akkor el kell kerülni azt hiszem Gausdorffot. Nem, de igen, el kell kerülni Gausdorffot meg Einsteinplatzot, úgyhogy nagyon komoly lesz. Jó, még szerencsém van. Jó. Oké. Jó, és akkor most jön az, ami
meg is kell oldani. Amikor is most érkezünk a ide. Akkor gondolom, ugyanígy kell visszafele menni is, igaz? Úgy tudom, hát ezt nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el. Be akarok szépen kanyarodni, erre kijön elém ez a barom. Tüntessük innen. Hát ezt nem hiszem. Mi ez? Nem mondod komolyan neki. Nem. Hát Istenem. Először engedjük el az autóst. Aztán... Valahogy álljunk le, de nagyon gyorsan, mert ez így nem jó. Jézus Isten! Na jó, gyerekek, megoldom. Jó, rakjuk át ide a buszt. Így, most már mehettek. Hát ezt nem hiszem, hogy gyerekek, ilyen nincs. Jó. Húzzunk. Hát jó, de így is, úgy is leszállnak. Ja, várjál. Mondtam a 86-osnál, hogy föl fogom tenni ezt. Úgyhogy most kivételt teszek, ezt föltettem. Na gyerünk. Igen. A legjobb utasaim szállnak le. Igen, és akkor... itt kell akkor balra vagy jobbra lefordulni, igaz? Igen, mert az ott már Zsák utca, úgyhogy még jó is. Jó, hát valami. Patkára értelmszerűen. Mennyivel megyünk azt, azért nézzük már meg. Itt 30-al kell, mert... Beszarszasztóra jönnek az utasok. Oké, mehetünk. Okay. És úgy tudom, hogy itt kell tovább haladni, tehát ezzel akkor elkerülöm Bauerhofot, azt hiszem, igen, Bauerhofot kerülöm el, Eisterplatzot, meg Gausdorfot. És Krankenen keresztül megyek. Na, ez egy tökös dolog.
úgyhogy nagyon komoly. Jó, akkor ez a következő. Na, itt vagyunk a következő megállónál. Mondom, ez ilyen gyors. Magyar. Oké. Gondolom elkerüljük. Elkerülöm, megyünk most. És akkor itt gondolom mit kell lefordulni. Igen. Igen, tehát itt van egy iskola, és itt kell lefordulni. Ja, hogy értem, tehát akkor ugyanott kell elmenni. Ja, várja, mert van leszálló is. Oké. Gyerekek, azt kell mondjam, nagyon szép a pálya. Nagyon jól néz ki. Nagyon jól néz ki, csak az a baj, egy kicsit szűk a pálya. Tehát, kolléga most megy el. Akkor ő balra megy. Gyorsan kinkom. Jó, oké. Oké, és akkor zúzunk.
Csak jó kérdés, hogy mikor fogom kikerülni ezt a marhát. Csak most ne jöjjön senki. Jó, sziasztok! Jó. Jó, tessék felszállni. Lesz a felvétel, úgyhogy igyekszek minél többet megtenni. Na, itt megy a másik kolléga, 86-os vonalon. Oké, és akkor itt most akkor lesz egy... itt lesz egy ilyen... És igazából így ennyi. Ennyi volt. Ennyi volt ez a járat. Igazából így ennyi. Ennyi a járat, nagyon-nagyon szép.
Hát figyeljetek, én mit mondjak erről a járatról, tehát magáról a Grundorfról? Jézus, már nem tudtam fékezni, jó? Mert tehát akkor még egyszer, tehát hogy mit mondjak erről a... mit mondjak magáról a pályáról, illetve a járatról? Hát ez a pálya nekem nagyon szép. Nagyon szép, nagyon gyönyörű. Maga a környezet is szép. Úgyhogy ajánlom nektek a figyelmetekben, hogy ezt próbáljátok ki, mert próbáljátok ki. Illetve maga a busz is nagyon jó. Tehát nagyon-nagyon szép, nagyon környezetes, környezettudatos. Tehát, ja. Úgyhogy ajánlom. Úgyhogy ajánlom ezt a figyelmetekbe, hogy ezt próbáljátok ki. A leírásba beteszem ennek a busznak a linkjét, illetve a pályának a linkjét is. Úgyhogy, ja. Ja. Na hát én a magam részére akkor mára el is köszönök tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a ebben a mai videóban. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ha nem vagytok feliratkozó, kérlek tegyétek meg. Leírásban minden elérhetőséget megtaláltok, illetve nézzétek a Duma Stream adást Viszati és Gaming Világhengeri Tibi szemszögeiből. Ugye a Duma Streamben én is ott leszek, úgyhogy ja, és jótunk, csizgatunk. Na akkor köszönöm még egyszer a figyelmet, további és még találkozunk este a következőben, amikor is szellemes videó fog érkezni. Úgyhogy, ja, nézzétek ma 11 órakor. Úgyhogy puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra. Én megyünk csinálni voltam, maradok és leszek. Sziasztok!